Legkevesebb 30 ember meghalt, több tucat pedig megsebesült két lövöldözésben a hétvégén az Egyesült Államokban. A két támadás között alig 13 óra telt el, a történtek sokkolták az országot. Az első támadás szombat reggel történt a texasi El Paso városában, ahol egy fegyveres 20 ember tölt meg az egyik Walmart áruházban, mielőtt megadta volna magát. A mexikói határ mellett fekvő állam kormányzója szerint gyűlöletbűncselekmény történt. Világossá akarjuk tenni, hogy egyesült erővel támogatjuk a közösséget. Egyesült erővel biztosítjuk Texast és a helyieket, hogy mindent megteszünk az áldozatok és családjaik megsegítésére. Szeretnénk megköszönni a helyszínre elsőként kiérkezők segítségét, hogy megakadályozták a merénylőt abban, hogy további áldozatokat szedjen, mondta Greg Abbott kormányzó. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren annyit írt, Isten áldja a texasi El Paso és az ohiói Dayton lakóit. Vasárnap reggel ugyanis újabb lövöldözés volt, ezúttal az ohiói Dayton belvárosában, ahol sok szórakozóhely bár található. A merénylő ott 9 embert ölt meg, 26-ot pedig megsebesített, mielőtt a rendőrség agyon lőtte volna. Ez is csak azt bizonyítja, hogy az élet egy szempillantás alatt felfordulhat. Jól éreztük magunkat, nem tartottunk semmitől, nem is készültünk semmire. A fegyvereknek semmi keresni valójuk az utcákon, semmi. Baromi félelmetes. Nekem gyerekeim vannak, csak haza akartam jutni, és ez kis hiány nem sikerült. Ez félelmetes, mondta egy szemtanú. Az Egyesült Államokban egy héten belül ez már a harmadik lövöldözés volt. A hét elején egy kaliforniai fesztiválon 3 embert lőtt agyon és 16-ot sebesített meg egy fegyveres.